Sziasztok, köszöntelek titeket! Szeretném egy kicsit közelebb hozni mindazokhoz a családállítást, akik még nem ismerik, és esetleg félnek kipróbálni, nem akarnak eljönni egy egész napra, vagy akár egyénibe egy hosszabb folyamatra. Így arra gondoltam, hogy ezen a hétvégén, azaz május 18-án, tudom, hogy ma már kedd van, és így talán már sokan előre terveztetek, de hogy május 18-án találkozhatnánk kint a Margit szigeten, és úgymond egy fogalomállítás keretein belül megismerkedhetné mindenki a családállítással, úgy, ahogy én képviselem, és megnézhetné, hogy ez hogyan néz ki. Én fogalomállításnak nevezem, annak tanultam, de igazából ez egy ránézés is lehet, vagy egy képes állítás, különböző módjai vannak, és hogy ez mégis akkor miről szólna. Egy az, hogy beszélgetnénk róla, megtapasztalhatjátok, hogy milyen képviselni és milyen szerepben lenni, és elhozhattok magatokkal egy, illetve két témát, illetve hozhatok többet is, aztán majd eldöntitek, hogy mire szeretnétek ránézni. Egy-két téma én azt gondolom, hogy így beleférhet. Megnézhetitek, hogy éppen jelenleg hogyan álltok ezzel a dologgal. Ez lehet egy személyhez fűződő kapcsolat, ez lehet egy választás előtt például, hogy mit válasszak, hogyan válasszak, mondjuk munkahely 1-2-3, vagy ABC lehetőség, vagy költözés, vagy bármi, amit titeket foglalkoztat. Nyilván ezeket megbeszélnénk valamilyen szempontból, most azért gondolkozom, mert hogy ezeket is fedetten szoktam csinálni, ami azt jelenti, hogy egymásnak képviseltek, vagy mondjuk én képviselek nektek, nem tudom, ez majd a létszámtól függően alakul ki, hogy ez hogyan fog kinézni, de elmondom majd úgyis a részleteket, szóval ránézhettek, ezek egy pár perces történetek, vagy egy negyed órás, nem bontunk ki, ilyenkor nem viszünk végig folyamatokat, egyszerűen egy adott helyzetre nézhettek rá, egy szereplővel, egy témával, bármivel kapcsolatban, és ez ugye szombaton lenne akkor a Margit szigeten, mondjuk a Szökőkútnál találkoznánk, és onnan pedig elmennénk valahova leülnénk, és ez nem egy egész napos program lenne, én azt gondoltam, hogy csinálok hozzá eseményt is. Én azt gondoltam, hogy körülbelül ilyen 2 órától 4-ig vagy 5-ig, tehát egy ilyen 2 és 3 órás dolog lenne. Akár még beleférne egy picit, ugye, hogy egy ilyen bemelegítő kör, illetve a különböző dolgokra rá tudnánk nézni. Ez az egész egy adomány alapú lenne, így ismerhetitek meg ezt az egészet, hogy aki még nem ismeri az állítást és kíváncsi rá, vagy aki ismeri, de egy-két dologra rá szeretne nézni, azt is szeretettel, azokat is szeretettel várom. És péntek estig, hogyha jelentkeztek, akkor péntek estig, ha van legalább 3 jelentkező, akkor meg tudom tartani és megtartom ezt a kis fogalomállítást, vagy megismerkedjünk a családállítással, vagy bármi. Ha azonban, hogyha nem lesz elég jelentkező, akkor nyilván nem tudom megtartani. Úgyhogy, ha valaki ezt a hétvégét itt tervezi, Budapesten itt van a környéken, akkor várom szeretettel. Én azt gondolom, hogy Margit-sziget egész jó elérhető mindenhonnan. Úgyhogy, aki szeretne ezen részt venni, várom a jelentkezéseket, jó? E-mail vagy üzenet formájában jelentkezzetek, majd miután megosztottam az eseményt ezzel kapcsolatban. Úgyhogy, ha ez így bejön nektek, akkor gyertek, majd annyi, hogy hozzatok esetleg egy török között, egy pokrócot, amire rá tudunk ülni, mert hogy ott is csinálunk egy teret, és akkor így fogjuk egymásnak megjeleníteni a dolgokat. Úgyhogy, ha megszólít téged ez a lehetőség, és kipróbálnád, akkor gyertek, várlak titeket szeretettel, és akkor találkozunk szombaton, hogyha így kell lennie, azokkal, akiket ez így érdekel. Sziasztok, minden jót!